Üdvözletem mindenkit, itt Kopanya Hunter, itt van veletem, virtuálisan mutatkozzál befelé. Sziasztok, Timorti 3000 vagyok, és közben azt számoltam, hogy Kopanya hány szót hibázott el ebben. Megint hibáztam. Hát üdvözletem mindenkit, meg itt van velettem. Itt van mellettem, ezt mondtam, itt van. Én azt értettem, hogy velettem, na jó. Akkor lehet, hogy hadartam. Na mindegy. Igen. Már mondtad Martin, ugye? Igen, mondtam a nekemet. Jó, már kicsit kétézzé elgondolkoztam. Na, tehát mai videóban egy témát fogunk kicsafarni, lehet, hogy kettőt egyszerre. Úgy kicsafarjuk, hogy már... De ne röhögtessél már! Te röhögtetsz engem ezekkel a szavakkal. Na, akkor azt a témát facsarjuk ki. Hogy... Maga a játékról, meg az erőszakról, mert ugye ez a kettő egybe fog függeni ebbe a témába. Igen. De, hát akkor kezdjük el a témát. Na tehát, a játékokról mit tudunk mondani? Hát, mostani játékok vagy rövidek ugye, vagyis például itt van a COD. Ami 5 órát, vagy sőt, kb. Egy 3 órát végig lehet vinni, úgyhogy mindent átmész, vagy szétlősz gyors, aztán leszarsz mindent. Tulajdonképpen, mert most... Az úgy ma mi lesz? Kutya, kutya, kutya! És igazából a kodokkal nem vagyok képben, de azt alig bírom elhinni, hogy 5 óra alatt végig lehet vinni ezt így elmondásod szerint. Én arra számítottam, hogy így, mit tudom én, tehát ilyen laza 15 órás játék lett belőle. Hát 15 óra az nem sok ahhoz, hogy végigvigyen az ember egy játékot. Hát azért most nézzük már meg egy komolyabb játékot, például a Bioshock Infinite, ami, ha jól emlékszem, azt tudom, hogy 3 nap alatt azt végigvittem, úgyhogy csak azzal játszottam, de szerintem bőven megvan a, úgymond az az óra, ami kellően kell egy FPS játékhoz. Nem úgy, mint ami, tényleg ami kódnál az van, az első két rész az legalább jó hosszú volt, ha az emlékeim nem csalnak. Azzal még nem is játszott akkor, ugye amit mondta, hogy nem játszott a semmelyik kóddal, ugye? Hát... Az egyessel játszottam nagyon régen. Aztán lényegében ennyi. Ja, meg kipróbáltam a DS változatokat. Igen? És mi arról véleményed? Hát eléggé furcsa az irányítása, mert olyan, mintha... Tehát... Egér helyett a... Hát a ceruzát használod az érintő képernyőn. Most ezt képzeld el. Olyan, mintha... Tehát úgy viselkedik az egész, mintha az egeret használnád, csak nem az egeret használnád. Most nem tudom ezt jobban megfogalmazni, ezt érezni kell, eléggé szokatlan az irányítása. Uh-huh. De attól függetlenül, ha nyomtot használ, akkor semmi probléma nincsen akkor. Micsoda? Ha ugyanúgy tudod használni, mint az egeret, vagy sok könnyedébe, akkor semmi probléma nincsen. Hát egy idő után meg tudja szokni az ember. Meg itt kitérnék vissza a játékokhoz, ugye a grafikához. Ugye... Mindig a grafika, mindig jó legyen a grafika. Például itt van a Crysis, majd a Battlefield, de ezt a kettőt föl tudom mutatni nagyon, mert azoknak akkora brutális gép kell, hogy egy mezőgép, mint nekem, nem futtatja el. Jó, ugye megvan a Crysis 2, azt is úgy tudom, ugye nem lehet, ugye azt találták ki, hogy max grafika a lov. És akkor játszál valahogy. És akkor jön az a rész, amikor... Hát, köszönöm szépen, Crytek, menjetek a picsába. De komolyan, egy mezei gép, vagy aki nem tud újat venni, itt van Feri például. Itt vagyok én például. Igen, itt van Martin is. Azok hogy a faszomban játszanak, ha egyet akarnak ezzel a játékkal játszani? Hát sehogy. Megnézzünk a YouTube-on egy végigjátszás, ja ez meg a másik, hogy nem értem, hogy lehet FPS végigjátszásokat végignézni. Hát na mindegy. Hát... Majd erre is kitérünk majd. Igen. Hát még itt van Battlefield is. Jó, jó, elhiszem, hogy kell neki az a nagy gépigény, mert ugye rombolható sem, meg stb. De azért gondoljanak már ilyen szar gépekről, mint nekünk, ami alig tudja elfutatni. Mert ha el is fut, akkor annyira kevés az FPS, például mit tudom, egy 20 FPS-e van a játékban. És akkor játssz el, hülye gyerek. Konkrétan... Ha van rá pénzed, ha meg tudod fizetni, de nem tudom. Hát ez az, de tulajdonképpen nem tudom, mit gondolnak a fejlesztők ilyenkor. Azt hiszem, az egész világon mindenkinek
szuper technika gépe van, vagy mi? Mindenki ilyen gőgazdag? Nem tudom, mit gondolnak ők. Hát ezért van az, hogy bizonyos újabb játékokat csak konzolra adnak ki, mert ott fix a hardware, ott nincsen videókártya cserélgetés, optimalizálás különböző mi a hardware elemekre. De ott, azért... ott csak egy hardware van, aztán arra szépen megírják, és egy konzol így bírja 4-5 évig. Az igen, de ugye a grafik, ha úgy visszük a grafika, akkor PC-n úgy szerintem jobb valamelyes, ugye? Hát jobb, mert ugye PC hardvere az egy idő után jobb lesz, mint a konzolé. Igen, de most ugye az új generáció szerintem az sokkal jobb lesz most a PC-nél egy darabig majd. Így szokott lenni általában. Ja, tényleg így visszatér most, így megnéztem a FIFA 14-nek a PSP-nek a változatját. Hallod? PSP-re is kiadták? Aha. Az itt nem csak vitára, várj-e? Mondjad. És megnéztem, hogy hogy néz ki a grafika, hallod? Ocsmány volt! Nézzem, hogy hogy néz ki az a karakter? Megnézzek egy másik PSP-s izé játékot, amit kiadnak, sokkal szebben néz ki, mint ez a csúfság. Tulajdonképpen megaláztak a PSP-t. Meg most is találtam pár jó játékot PSP-re, ami időközben felfedeztem. Szóval azok sokkal jobban néznek ki, mint a FIFA 14 PSP változatra. Ez nekem újdonság, hogy azt kiadták PSP-re. Azt tudtam, hogy még PS2-re is kiadták a FIFA 14-et. Azt én is néztem, hogy azt kiadták. De ezek szerint az mindig jól megyek a PS2-nak a... izé... dolgai. Hát szerintem ez lesz az utolsó FIFA, amit kiadnak PS2-re, de hát... De hát így is már az EA így már nyíltan bevallotta, hogy ez bizony a FIFA 13, csak aktuális csapatokkal. De azért megnézed a PS2-nek a grafikát, azért sokkal jobb, mint egy PSP-nek ott, amit ott látom videóba. Mert le akartam tölteni, mert nem akartam PC-re letölteni a 14-ig még nem tudtam, 13-at letöltöttem, megnézni, hogy milyen. És, hallod? Logolt nekem egy kicsit. Nem értem, hogy miért. Megvan rá a gépigénye, még minden, és akkor így időközön belagolt, és akkor értem, amikor lőnék egy gólt, oké, lövök, és nem lő, mert belagolt a játék. Hogy arra kegye ki a lelkét. Meg a másik az optimalizálás a játékokról. Egyszerűen borzalmas némelyik. Hogy mit tudom én, az adott pálya nincsen optimalizálva, és akkor így van neked mit tudom én, 50 helyett 10 FPS-ed. És akkor kezdjél valamit. Ez mi? Hát igen, ez elő szokott fordulni, hogy nem optimalizálják rendesen, mert lehet, hogy kifutnak az időből a fejlesztők, vagy egyszerűen mondják, hogy nem is bajlódnak azzal, mert nem éri meg. De hát, most érted, vannak olyan játékok, igen. PSP játékok, amik tök jók meg minden, rohadt jó grafika, egy dolgon véreztek el a töltési időn. Most példának mondhatnám Midnight Club 3-at, igen, egy régi játékot, mert nem tudok újabbat mondani. Midnight Club 3 PSP-re az ilyen egy perces töltési időkkel operált. Az szép. Most így eszembe jutottam az optimizálás, az a ROM 2, vagy a Total War sorozatból. Kiadtak ugye a fejlesztő, de annyira optimizálás szar volt, hogy nem tudtak játszani az emberek. Még akkor is, akinek ilyen NASA gépe volt, kb. Azt hiszem valami 20-30 FPS-e volt az embernek. És nem tudod játszani vele rendesen, és akkor hetente adták ki a patch-eket, hogy megjavítsák. De ez nem a fejlesztők, mert elvileg nem a fejlesztők miatt volt, mert később adták volna, hanem a kiadó ráerőszakolták elvileg, ha a tudomásom szerint. Ja, tehát, hogy így sürgették őket a kiadással. Így van. Ja, ilyen nagyon sokszor előfordul, és elő fog fordulni. Hát, de egyszerűen nem értem, hogy ez miért jó. Ugye ez... Üzlet. Üzletpolitika. Kiadják hibásan, emberek úgyis megveszik, és aztán utána fejlesztik rá a patch-eket. Igen, csak akkor így elveszítenek pár rajongót, akik izé vártak a játékot. De a hosszú távon ez nem jó. Meg ami másik, ami így a... Amúgy mostani játékok, hogy nem a mostani grafikát nézve, hanem kicsivel régebbig, de mégis ugyanazt az élményt nyújtja, mint egy új játék, és sokkal több ideig leköti az ember, azok nem kapnak nagy figyelmet. Hát a játék időre visszatérve van rengeteg régi játék, régebbi játék, úgymond, ami tehát így soha az életben nem viszed végig. Vagy hát legalább 300 óra, mire egy részét
megcsinálod a játéknak. Ez így itt van, de... Itt példának mondhatnám a Morrowindet, de szerintem az Oblivion meg a Skyrim is ilyen. Hát azok nagyon sok. Mire az végigviszed, addigra már szerintem növeszt ez pár szakállat. Sőt, szerintem... Hát a Morrowindet nem lehet 100%-osan végigvinni. Mert hogy? Mert így, tehát... olyat nem tudsz benne csinálni, hogy minden küldetést megcsinálsz, mert van úgy, hogyha ehhez a izéhez, klánhoz csatlakozol, akkor ezeket a küldiket tudod, és nem tudsz a másik klánhoz csatlakozni, aminek különböző küldetései vannak, tehát ilyen. Uh-huh. Így van megoldva, hogy kezdjél új játékot, csináld meg azokat is. De ezzel növelve a játékidőt. De tulajdonképpen attól függően végigvitesz ezzel egyszer, hogy csak a te történet száll, ahogy akartad végig, úgy 100%. De úgy, hogy mindent megagasz, akkor úgy nem 100%. Úgy nem. De attól függően 100%-ig végigvittad a játékot, úgymond. Én 100%-on azt értem, hogyha mindent megcsinálsz. Most például, minden létező, ami elérhető, úgymond. Például, amit mostanában próbáltam Sonic Adventure 2-ben, próbálom összegyűjteni az összes A-rangot, ami szinte lehetetlen. Mert hogy? Mert kurva nehéz. De tényleg... Na, tehát régebben nehezebbek voltak a játékok, meg manapság is vannak nehéz játékok, csak így ilyen elvétve vannak gyöngyszemek. Hát igen, de most megnézzük, ami nagyon le vannak butítva, azok ilyen, mit tudom, mi pár perc alatt rájössz, ja, tényleg ez így kell, ja, ez így van, ja, tényleg, jaj, de hülye vagyok, ezt tényleg rájöttem volna. De nem egységes a, úgymond a mai felhozatalok. Például itt van a Death Space 3, szóval azt így adták ki, ami nem a, úgymond az előző részeket hoztam formán, úgymond egy külön hozta az egészet, hanem hogy teljesen lövődézelése volt a hangsúly, nem a horror elemek, stb., hanem hogy tényleg az a... hogy lőjél össze-vissza. Öld a szarokat, aztán csinálj valami. És... what? Hol van a... Na, a Dead Space 3-ról annyit tudok, hogyha van Mass Effect mentésed, akkor megnyílik benne egy új öltözet. Ja, az megvan. De ez tök jó amúgy. Tehát jó. Ez egy pozitívum a jelenlegi játékoknak. Meg régebben gyakoribb volt ez. De végül csak az EO csinált ilyent, ha jól emlékszem. Voltak más játékok, amíg nem megvolt az előzőmentés, az azt tudod használni a másik játékban. Hát igen, ez, mostanában ilyet nem látok, régebben volt ilyen, hogy Underground 2-t elindítod, Underground 1 mentéssel, akkor... várja, hogy is volt? Megvannak a kocsik, vagy mire akkor szerintem kapsz... Hát ezt nem tudom pontosan, azt tudom, hogyha a Most Wanted-et elindítod Underground 2 mentésre, akkor plusz pénzt kapsz az elején. Hát... Ez azért tök jó, ezt gyakrabban csinálhatnák a fejlesztők, hogy megvetted az előző játékot, jó, neked bónusz. Hát ja, de hogy most megnézed, úgy van bónuszod, ha erőrended a játékot, ha olyan eset van. Tulajdonképpen most nem is látod azokat a dolgot, ami régenben voltak. Meg a másik, hogy demók. Hol vannak a demók, amivel ki tudnád próbálni a játékot, hogy jó, a gépet tudod futtatni, hogy valami jó benchmark, oké, jó, csak ez nem ugyanaz az élmény nyújtja, amit te akarnál, mint a demó. Mert a demóban le tudod teszni, tényleg jó a játék, ugyanazt kapod meg, amit láttál, stb. Tényleg tetszik a játék, akkor meg fogod venni, vagy bopopopont letöltöd. Mi tehát így? Most a PC-s demókra gondol? Hát ott összes demóra, jó, konzolra... Konzolra szerintem vannak bőven. Igen, a PC-re hol faszomban vannak a demók? Jó, oké, megértem, hogy azért nincsenek demó, mert úgyis le van rezon az ember, de akkor is. Én egy demónak örülnék néha, hogy kipromásom a játékot. Nem úgy, hogy letöltem, ja, megnézem, jó, nem, bazd meg, foglalja a helyet. Konkrétan ennyi. Hát most is van olyan játékok, ami szívesen megvenni, csak nincs rá keretem. Ja. Például most mit vennék meg? Ez a Knock-Knock. Venném meg, az tök jó, tetszik minden, de nincs rá keretem. Így baszhatják az egészet. Jó, de ez Magyarországnak köszönhető. Hoppá. Na mindegy. Mit tudunk mondani? Oké, tehát most inkább az anyagi helyzetre ne térjünk el, az lehet, hogy egy másik videóban lesz. Biztos? Biztos. Jó. Biztos. Jó. Valamikor. Mindegy. Hozzátunk. És még ja, hozzátenni a játékokhoz valamit. Ja, még az idő, azt még nem tértünk ki jobban az időkre. Szerintem így bőven beszéltünk arról, hogy a játékidő, hogy csökkent. Ja, de annyira, hát most megnézni a Death Space 3, az kb. Most kopán játszok a haverommal,
amit én játszottam egyedül, az 12 órás volt, most tartok 12 órán, és még nem a végénél vagyok, hanem már úgymond már vége fele, úgymond szerintem 75%-nál tartok már a játéknál így kóba. Ugye most mindent meg tudok csinálni a kóba, mindent. Ugye a kópos feladatokat ugye nem tudtuk megcsinálni egyedül, most meg tudom csinálni, és így tartok azt 75%-on. És tök jó a kópos része, csak annyi, hogy el van basszó néhány része, hogy ismét töltnek a pályák, stb. Ilyen szarok, ilyen töltelék, bla bla bla. De akkor most 12 óra alatt végigvitted a játék 75%-át. Hát, nem. 12 óra alatt egyedül végigvittem, 12 óra. Most kóba, most ketten, itt a 12 óra alatt 75%-ot vittem végig a játékot. Most van még, mit tudom, szerintem egy 4 órán még a játékból. Szerintem. Mert mostani játékot tényleg az, hogy nagyon rövidek, míg a régiebbek, azok kb. Mit tudom, megvan a 16 óra, vagy a több. Így ennyit tennék hozzá még a játékokhoz. Hát én emlékszem egy 576 konzolos cikkre, amiben egy játékot azért húztak le, mert csak 15 órás volt. Mi van? De csak 15 óráig tartott, hogy végigvitted a játékot. Könyörgöm, nehogy most, már. Tehát így észrevetjük ezt a tendenciát, hogy lehet, hogy a játékosok így összességében türelmetlenebbeké váltak, aztán így szépen ennek a rovására ment a játékidő. Hát erre nem tudok mit mondani, ez már a hülyeségnek a teteje. Mi a faszom türelmetlen az ember ennyire? Na jó, azért most kiadták a GTA 5-öt, szerintem abban van bőven 3-400 óra minimum. Hát azt tudtad, de már az az ember, aki nagyon koszka, az már szerintem egy nap alatt végig játszom annyira. Nem lehet egy nap alatt végig játszom. De ha a siet nem nézi meg a videót, stb., akkor megvan. Szóval ennyit erről a dologról, de lehet, hogy én vagyok ugye, és én vagyok a tudatlan. Itt volt valami livestream, nem sokkal azután, hogy kijött a GTA 5, és... Igen. És szerintem, most nem akarok hülyeséget mondani, de szerintem az a livestream 72 órás volt, úgyhogy az váltották igen. Egymást a játékosok. Az igen. És akkor most érjük ki az erőszakra. Ja, hát ez egy örök téma, ez már szerintem 2000 elején is már így gyakran fölmerült, hogy a videójátékok okozhatnak-e, tehát ezt nem tudom megfogalmazni, hogy erőszakossá tehették el az embereket. Szerintem részben igaz, részben nem. Mert ugye azért értem, hogy részben igen, mert ha alapból annyira elnézést kérek mindenkit, amit most mondom, gyökér az ember, aki már azt hiszi, hogy a játék, hé, ezt be fogom tenni a valóságban, mert tök poén! És megteszi, és akkor ennyi. És akkor játékot büntetik. De nem a játékot kell, hanem maga az ember. Vagy például volt az a, mit tudom, milyen hír volt, hogy a kisrác azt mondja, 5 éves, hogy lelőtt a nagyját. Mert ez, vagy valami ilyesmi, hogy ott volt az asztalon egy fegyver, hogy pisztoly, ha jól megszám. És várjál, egy, mi a fasz keresett ott a pisztoly? Kettő, na ez meg a másik. Hogy került oda, másodszor pedig, minek volt megtöltve? És miért nincs a páncélterembe, vagy mit tudom én milyen be... Páncélterembe? Nem tudom, hogy van, elvileg valami olyan biztonságére kell tenni, el kell tenni, ahogy csak ő tud hozzáférni. Legalább valami lakatolt fiókba. Igen, igen, valami ilyesmi. Na mindegy, és ez most mi? És akkor a játékot büntetni, mert a GTA-ba látta. Meg volt egy ilyen boss, ilyen képregény, hogy ott volt, hogy nézek a tévés, stb. És akkor ott a híradom elmondom, blablabla, bla, bla, így kirabolt, jön és Tetris játszott. Látod? Hibások a játékok. Apád! De nem tudok mit mondani erre. Mekkora hülyeségek már ezek. De a játék nem okozhat erőszak, hogy jó, úgymond erőszak, hogy anyázom meg minden, de attól függően nem fogsz gyilkolni. Nézzetek meg engem, gyilkoltam valaha embert? Kibannoltam Ferit? Igen. Nem tudtam, melyik kérdésre kell válaszolni. Amúgy meg nem tudom, hogy került ide Feri. Lehet, hogy azért, mert nincs itt. Hogy rohadna meg? Jó. Okay, majd ha visszahallgatja ezt a videót, remélem, folytassuk ezt az egészet. Okay, én azt mondom, hogy szerintem ez részben igaz, tehát egyetértek azzal, hogy igenis, meg nem is a videójátékok okozhatnak. De megint nem tudok fogalmazni, tehát a videójáték erőszakosabbá teheti bizonyos személyeket. Csak ez... Akkor ennek
Na tehát ez akkor van, amikor az ember hiányosan van tájékoztatva, tehát nincs felvilágosítva arról, hogy mi a különbség a valóság meg a játékok. Na igen, itt kicsit eltérve a játékoktól, például itt van az eset a Dragon Ballosnál, itt Magyarországon. Ja, hát ezt pont leírtam magamnak, hogy ezt majd említsem. Hogy, hogy a gyerekkel, hé, sok gokon tud repülni, repüljünk mi is, aaaah, jön a varázsfelő, gyerek varázsfelő, aaaah. Jó, igaz, hogy most ezt kiporodni, de tényleg, a szülők ilyenkor hol vannak? Miért nem magyarázzák el, ez csak mese? Vagy anime. Igen, tehát ez a nevelés miatt. Igen, ez a nevelés másodszor. De ugye ez a játékoldó is, hogy nevelés, hogy ezt nem kell csinálni, ez csak játék. Okos fiú vagy. Ha nem csinálod, akkor okos vagy. De ezt csinálod, akkor pofán verlek, bazd meg. Konkrétan az így gyerekem ilyen lenne, hogy izé, jaj, apa, kaphatok pénzt, vehetek fegyvert. És akkor én lebasznám a gyereket, hogy mi a fasz, minek neked. Menjen legózni! Tényleg, legózni is kell. Én is ezt mondom, tehát így ilyen 10 éves kor alatt szerintem nem nagyon érdemes játékokra szoktatni a gyereket. Várjál, hogy van? De nem akarok álszent lenni meg minden, de én is körülbelül mikor? Tehát 91-ben születtem és 2000 körül kezdtem el úgy játszani sárga kazettással, hogy a napi, tehát hogyha egy nap egy órát játszottam, az már soknak számított. Tehát így általában csak úgy volt, hogy elindítottam, negyed, fél óra játék, aztán mentem a dolgomra. Inkább én úgy voltam vele, hogy ugye 93-as vagyok, ugye? Akkor ugye nem tudom hány évesen jöttek be, akkor ugye volt még a Commodore 64, utána jött ugye a sárkokazett, ez mindkettő megvolt, utána jött a PlayStation 1, az is megvolt még, és akkor aztán valami 2000 után meglett a gépünk, és akkor nem akkor kezdtem el nagyon kockan akkor, de én annak az idején még én tudtam, hogy mi, hogy kell. Én tulajdonképpen az egész napomon legózással töltöttem el. Mert annyira élveztem a legózást, mert annyira... De tényleg az a... Tudod, hogy erre fel fog írni valamit, hogyha visszahallgatja, ez mindegy. De érted, a legó legalább kreativitás végül is, mert ugye... Az. Ő fejleszti a... A kreativitásod, a szellem, ahol izé személyiséget, hogy mert ugye, mit tudom én beállítottam, ugyanúgy, ha emlékszem, beállítottam két bábút, és akkor, mit tudom, így elkezdtek harcolni, valamilyen ilyen kis harcinát, de volt, amikor testvérem, igen, testvérem is játszottam ilyet, hogy volt kettő izén, hogy ugye, lett ilyen sok legónk, ugye bábuk, és akkor így elkezdtünk egymás harcolni, ja, oké. Okay. Kicsit eltértünk. Ja, igen. Témáról, tehát vissza... Akkor inkább összegezve ezt az egészet, hogy kisgyereknek inkább valami más, mint a videójátékot. Hát igen. Lego. Az de a legjobb végül. Lego, de nem Minecraft. Minecraft a egyetlen probléma van. És pedig? Nem tudom! Tulajdonképpen én sem tudom egyszerűen, nem tudom, nem azt mondom, hogy szar vagy jó, hanem nem tudom. Egyszerűen nem az, nem lehetséges, nem az én műfajom, de egyszerűen amiket látok, oké, jó, meg kreativitás, minden, mennyi türelem kell, de egyszerűen valamiért nem Minecraft. Az... Én inkább nem is mondok semmit, mert egyből letámadnak a Minecraft rajongók. De mit mondaná? Vagy nem fognak? Hát azt, hogy én nem játszok vele. Ez egy ilyen senkit sem offendáló vélemény, van egyáltalán ilyen szó, mindegy. Van, szerintem. Oké, okay, jó. Ha nincs, akkor kitaláltuk. Ja, amúgy az előbb mondtad ezt a Dragon Ball sztorit, én olyasmit hallottam, hogy a gyerek kamehameházni akart. Igen. Aztán fölgyújtotta a kezét. Mi van? Mi az, hogy gyújtotta adott elé, vagy mi? Nem, ezért. Mivel? Valami gyúlékony folyadékkal így bekente a kezét, fölgyújtott, kámi, de hogy? Hogy lett valaki ilyen hülye? És más, hogy került oda? Mit tudom, ilyen részleteket nem jó, írtak. Tudom, hogy nem tudom a részleteket, de akkor is az, hogy került oda? Hogy ez a szülő ilyenkor hol van? Vagy nincs, aki vigyázzon? Jó, nálunk más volt ezzel, ugye anyánk az egyedül itt hagyod, mert ugye már tudta, hogy mekkora, izé,
úgymond nagyfiúk vagyunk, akik nem fognak semmi hülyeséget csinálni, hogy megöljük egymást, vagy kiugrunk az ablakon, vagy éppen elmegyünk világán, stb. Ilyenek nem voltunk. De másik, így, jó, így megint kicsit eltérünk a témától. Így a, lehetséges ez egy másik témába kéne belekeverni, ugye a tisztelet, ugye a szülők felé. Na ez inkább egy másik videóra menjen, mert ez tényleg, nem ezt mondtuk az elején, hogy ez lesz a téma. Igen, csak azért jobban, azért a erőszakból már több felé is ki tudtunk menni végül, és amiatt jutottunk ide. Inkább csak fókuszáljunk arra, hogy a videójátékok okozhatnak erőszakot. Megint nem tudom, mi az, hogy okozhatnak erőszakot, milyen kifejezés ez. De... Na, megvan. Tehát a videójátékoktól válhatnak agresszívebbé az emberek. Hát ez, már mondtuk, hogy a személytől is függ, meg hogy milyen neveltetés. Személytől függ, a neveléstől függ, a lelki állapottól függ. De amúgy azt kéne vizsgálni, hogy az ilyen személy másfajta versenyszerű sportoknál, vagy akármi versenyszerű tevékenységeknél ugyanígy viselkedik-e. Tehát ugyanúgy agresszívebbé válhat. És hogyha igen, akkor nem csak a videójátékokat kéne hibáztatni. Hát igen, mert most megnézed a focit, ugye ott is megy az... 8-1! Tudta, hogy nem fogod kihagyni! 8-1! De hát, tudom, egy másodpercre kitűnünk a témát, de a kapusunk semmi se csináltam úgy. Ott állt, és akkor... Jaj, labda! Ott nézte a labda! Ah, labda! Ah, szia labda! Ah, szia labda! Kementünk! Szia! Szia! Ah. Ennyi. Oké, tehát mit akartál mondani? Hogy a foci, hogy végülis ott is megy az anyázás, hogy mi a faszom volt ez, föllököl, baszd meg! Tulajdonképpen kb. Így, amikor megyek el, kb. Majdnem ilyeneket hallgatok, de ez a ritka eset. A gyakori eset pedig, hogy normális játszani, de amúgy ez a vat, hogy mi? Ez megy rendesen, a szidás, a zsidózás. Néha még verekedés is van, néha. Hát úgyhogy... Nem tudok erre mit mondani. Vagy hát így következtetésként vonjuk le, hogy nem csak a videójátékok, a foci is agresszívebb. Agresszívabbá tesz. Tulajdonképpen majdnem minden tevékenység, ahogy vesz. Minden ilyen versenyszerű tevékenység, hogyha... tehát így, hogyha olyan emberek vannak. Meg ugyanolyan az állapot, ugye? Igen, igen. Még valamit tudunk hozzáfűzni ezek a témákhoz, vagy kiveséztük teljesen? Biztos, hogy nem teljesen, de szerintem egy videóra ez elég lesz. Jó van. De aki figyelt, az levonhatja a következtetéseket, meg hozzászólhat ehhez az egészhez YouTube-on kommentbe, mert gondolom ez a videó YouTube-on lesz. Így van, mém. Máshol is felkerülhet? Hát, sok találgattam. Amúgy, ha van valami olyan témátok, ami szívesen megosználtok, és nekünk mi a véleményünk erről a témáról, azt nyugodtan leírhatjátok, vagy küldjétek el üzenetbe YouTube-on. Na, így van. Martin. Ja, el kéne köszönöm. Köszöntem a vendégszereplőt, bocsi, hogy szar volt, majd lesz jobb is. Ja, sziasztok. 8-1. Na, csöztök! Legközelebb találkozunk!